Szentes-Szent László határában vagyunk, ahol az Árpád Agrár ZRT a 21. termál kutyát fúratja. Kérdezem dr. Nagygál János műszaki igazgatót, hogy miért kell a 21. kút? A 21. kútra azért van szükség, mert nagyon sok új termesztőberendezést építettünk az elmúlt 10 évben, és az üzembiztonságot szeretnénk megnövelni. Ennek az egyik módja az, hogy a régi kutak mellé egy újonnan fúrt, korszerű szerkezettel rendelkező termálkutat állítunk üzembe. Ennek a hozománya az lesz, hogy téli időszakban a meghibásodási valószínűséget minimalizáljuk. Ennek a kútnak a segítségével körülbelül mennyi üvegházat lehet majd fűteni? Hozzávetőleg 3 hektár üvegház kifűtésére lesz elegendő az energia. Mennyi van még hátra? Hát durván még 250 métert kell fúrnunk. A tervezett talpit 2000 méter lesz, most olyan 1750 méter környéken járunk. Egyiket tesszük a másik után, és akkor szépen fúrjuk most, hogy kim van az összes. Ennek az összesnek, ami a toronyban van, el kell fogyni. Itt lehet látni, hogy valójában milyen mély is a kút. Amikor azok ott elfogynak, akkor érjük el a 2000 métert. A fúrás során a különböző kőzetrétegekből mintákat is vesznek a szakemberek, amelyeket geológusok dolgoznak fel. Az éjszaka folyamán az itt látható magcsővel egy homokkőpadból magmintát vettünk, és most a továbbfúráshoz építünk be egy fúrót. Erre felé nyíljunk. Ezt most hány méter mérő vették ki? Ez 1742,50-től 1746,28 méterig. A különböző kőzetrétegekről földtani leírást készítenek a geológusok, ami alapján megismerhető a harántolt rétegek sora. Ez inkább aleurolitos rész, finomabb szemű, mint a homok. Igen, nem kavicsos. Finomabb szemű, valamint vannak benne vékonyabb, hát már inkább agyag rétegek, zsinórocskák. Eléggé meszes. Itt ez a szakasz inkább finom homokos rétegecskék, de nagy mennyiségű aleurolitot tartalmaz, a vége az meg inkább aleurolit. Innen a kúttól hogy fog menni a termálvíz az üvegházakig? Itt a kút mellé, pont ahol állunk, egy 2000 köbméteres puffertartályt fogunk építeni, és onnan egy zárt nyomóvezetéken keresztül, előre szigetelt vezetéken keresztül vezetjük el mindkét környékbeli telepünkre, és az ottani hőközpontokba kerül bekötésre.